Egy vilniuszi bíróság távollétében 10 év börtönbüntetése ítélte Dmitrij Jazov marsalt, az utolsó szovjet védelmi minisztert, katonai és emberiesség elleni büntények miatt. Az 1991. januárjában történt litvániai eseményekkel összefüggésben 3 éve kezdődött perben 60 egykori szovjet katonai vezetőt ítéltek el, de csak 2 ültek a vádlottak padján. A litván elnökasszony úgy fogalmazott, végre láthatjuk, hogy megérkezett az igazság, amivel szembe is kell nézni. Régóta vártunk rá, oly sok akadályon vezetett ide az út, de végül is mindannyian, akik tevékeny részesei voltak a sok-sok évvel ezelőtti jogszerűtlen fellépésnek, okozói szenvedéseinknek, nevesítve lettek. A moszkvai külügyminisztérium úgy reagált, a hatóságok bírósági manipulációk révén tényeket hamisítottak, ami a litván kormány Oroszországgal szembeni pusztító magatartását tükrözi. Az orosz hatóság eljárásügyi felülvizsgálatot indított a Jazov per bíróival szemben. 1991. januárjában a szovjet katonaság megszállta a litván rádió és televízió székházát, elfoglalta a litván védelmi minisztérium épületét. A vilniuszi parlamentet 100 000 ember védelmezte élő pajsként. A bevetésben 14 civil meghalt, több mint 1000-en megsebesültek. Másnap a páncélosokat visszahívták. Litvánia pedig egy hónapra rá független állam lett.